Az élvonalbeli bajnokság első fordulójában a Veszprém a Debrecen fogadta. A hazaiak mestere Madarász János a klub történetének egyik legerősebb keretével dolgozhat ebben az idényben. Érdekesség volt, hogy a csapat elsősorban a régebbi játékosokra épült, amely azonnal letámadta ellenfelét, és ez már az első fél időben gólokban is megmutatkozott. Ez is nagyon jó labda, Bencsik. Ott van Tar. Meg mindig Tar, Bencsik. És a lövés. És ott a gól! Tatai a szerzője! Egy remek támadás végén Tar labdáját helyezte belsővel Dobi kapujába. Tatai József 1-0 a Veszprém javára. Nyomás alatt tartják a vendégeket rendesen. Már most nagyon nehéz megjátszani a labdát, hiszen ott van már is Bencsik. Ez egy szép megmozdulás, nem ment ki a labda, ott a lövésre visszatett, és a helyzet, és gyönyörű góllal egyel itt a Deac. Egy percig sem tartott a hazaiak vezetése, amikor Szentesi bíró Tamás egy zseniális kontra végén egyenlített. Tatai. Fejelni Bencsik, és adta gól! És ez is Tatai érdeme volt, de a kis Bencsik bebólintotta. 2-1 a Veszprém javára. Mondás. Gyurcsányi bök bele egyet a labdába, és kapja vissza Gyurcsányi Zicserben. 3-1! Egy parádés támadás végén Gyurcsányi a gólszerző. 3-1! Fordulás után is végig irányította, kézben tartotta a mérkőzést a hazai együttes, és megduplázta góljai számát. Most is nála a labda, Boromisza tette szépen tovább Tatainak. Tar, visszatett labda Tatainak, és belövi a negyediket Tatai. Saját maga második gólja, gyönyörű akció volt. Tar mesteri eladta vissza a labdát, és Tatai egyből a hosszúba vágta. 4-1 ezzel a Tatai góllal. Itt az elmúlt 6 évben az élvonalban. Azért voltak itt nagyon kitűnő játékosok. Most egy eladott labda, ott a lövés, és egy hatalmas gól! Varga Dániel szerzi a debreceniek második gólját, és ezzel 4-2. És most akkor láthatjuk Dávid Richárdot, a győri Etóból érkezett játékos büntetőt lőni a hatosról, ott a bomba, és egy hatalmas gól. Tatai, Bognár, ott a hatodik. 6-2, Tatai volt önzetlen. A 6-2.